az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te veletekkel. Szeretettel köszöntöm a Szentmise közvetítésbe bekapcsolódó híveket, testvéreket. Mai napon, Húsvét negyedik vasárnapján, hivatások vasárnapja van. Papi hivatásokért imádkozik az egyház. Az elmúlt vasárnapokon és az elmúlt hetekben, Húsvét után a feltámadásról és a feltámadottal való találkozásról szóltak a szentírási szakaszok. A mai vasárnapon kicsit megtörik ez a gondolatmenet. A jó pásztorról, Istenről, aki pásztorként gondoskodik népéről, és vezeti népét, róla fogunk hallani. És a mai vasárnapnak az egyik gondolata, hogy Jézusra, mint kapura tekintünk. Hiszen Jézus önmagáról mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, én vagyok az akolnak a kapuja. Aki rajtam keresztül lép be, az mind bejut a mennyek országába. Arra hívlak benneteket, testvérek, hogy figyelemmel hallgassuk a mai olvasmányokat. Gyönyörű, hogy az egyház összeválogatta a pásztorkodásról és a megtérésről szóló ige szakaszokat. Ahhoz, hogy nyitott szívvel tudjuk megünnepelni ezt a mai eukarisztiát, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az üdvösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten! Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Amen. Adunk téged, áldunk téged.
könyörögjünk. Én ezt a mai szentmisét papi hivatásokért ajánlom fel. Mindenható örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe. Jusson el hívei gyönge nyája oda, ahova előttünk ment Jézus, ami erős pásztorunk, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkösd napján Péter a 11 apostol kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Tudja meg Izrael egész háza, teljes bizonysággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette. E szavak hallatára fájdalom járt át a szívüket, és megkérdezték Pétert, meg a többi apostolt, mit tegyünk hát emberek, testvérek? Péter azt felelte, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de a mi Urunk Istenünk hívja őket. Még más szavakkal is bíztatta és buzdította őket. Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek tért meg. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Surnigem pastorum.
az Úr nékem pásztorom, nincséget nem kell látnom. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, ha jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok. Bűnt nem követett el, és hamisság sem volt a szájában. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnöknek és az igazságban éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévejgő juhok. De most megtértetek Urunk pásztorához és oltalmazójához. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek! És a felelőnkkel! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben így szólt Jézus. Bizony, bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolva és a rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja a juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta. Bizony, bizony, mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és a rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül. Ki és bejár, és legelőre talál. Tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, akik becsatlakoztatok ebbe a szentmise közvetítésbe,
Talán furcsa lehet nektek, hogy én ezt a laptopot most ide tettem, én vetíteni szerettem volna, és remélem, hogy a képernyő majd megjelenik nektek az, amit én látok, és ami alapján kicsit színesebbé próbálom tenni ezt a prédikációt. Kicsit képzavarba voltam hét elején, amikor elolvastam ezt az ige szakaszt, hogy jó pásztor vasárnapja. Kik ezek a jó pásztorok? Jó pásztor maga Jézus, és nyilván jó pásztorrá kellene váljon minden lelki pásztor. Mindaz, aki az Isten országának az ügyét hirdeti, éli, szolgálja. Azért mondom, hogy képzavar, mert Jézus halászoknak mondta, hogy emberhalászokká teszlek benneteket, és az evangélium másik végén pedig azt halljuk, hogy Péternek azt mondja, hogy legeltes bárányaimat. Gyakran gondolkodtam ezzel, hogy milyen furcsa lehetett Péternek az érzés, hogy profi volt a halászatba, értette az emberhalászat allegóriáját, és hirtelen szárazföldön kell folytatni pásztorként. Képzavar azért is, mert arató munkásokról is szó van, hiszen az aratnivaló sok, a munkás kevés. Jó pásztor vasárnapja van, és mindig ilyenkor, amikor így leülök egy mezőn, és nézem itt a zselici dombokon a pásztorokat, akik legeltetik a nyájukat, magam előtt van ez a kép, hogy elől megy a pásztor, mögötte a nyáj, és hallgatnak a szavára, és minden ilyen idillikus. De hát valóságban nem mindig van így. És ez egy érdekes dolog az, hogy Jézus idejében hogyan éltek a pásztorok. Jézus idejében a pásztorok a társadalom peremén, a letelepedett városokon kívül társadalomnak egy elég lenézett osztályába tartoztak. Pásztorok kint éltek a mezőn, bárányszagúak voltak, úgy tetszik, büdösek. Nem volt kellemes a szagjuk, hiszen éjjel-nappal, 24 órába, heteken át kint legeltettek, ki voltak téve a természet viszontagságainak, mindannak, ami pásztor életnek az örömével és nehézségével járt, de valahogy az izgalmas része ennek a dolognak, hogy az Isten úgy mutatkozik be nekünk a mai vasárnapon, vége az olvasmányokban, mint pásztor. És egy picit belegondoltok, az üdvösség történetben kezdve Ábrahámtól és a vándorlásoktól Isten végig vezeti a népét, mindig előttük jár, mint hogy a pásztor a nyája előtt járt. És akkor nem értettem a hét elején, hogy gondolkoztam ezen, elmélkedtem ezen az ige szakaszon, hogy miért mondja azt háromszor is a mai evangéliumban Jézus, hogy én vagyok a kapu, az ajtó. Beírtam a Google keresőbe, képkeresőbe, hogy jó pásztor. Amit ti is fogtok most látni itt rögtön az első dián, ez az egyik legősibb jópásztor ábrázolásunk. Mindig azt látjuk, amikor a jópásztor nyakába veszi a bárányt, és azt az egy eltévedt juhot, vagy a sebesült, megsebzett juhot, bárányt viszi a nyakába a többiekhez vissza. A legtöbb ilyen ábrázolásunk ezt emeli ki. De sehol nem találtam olyan képet, ahol a jópásztor mint ajtó vagy kapu jelenik meg. És ezért gondolkoztam el egy kicsit azon, hogy mit is akar mondani a mai evangélium. Ezt a kapunak a képét egy picit most tegyük félre, és figyeljük meg azt, ami még egy másik fontos gondolat a mai olvasmányokban, egy visszatérő kifejezés, a jó pásztornak a hangja megtérésre hív. Mit hallottunk az apostolok cselekedeteiben? Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossága, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, úrrá és messiássá tette, megjegyzést szúrok bele, pásztorrá, Izrael pásztorává tette. E szavak hallatára fájdalom járta át a hallgatók szívét, és megkérdezik Pétert és a többi apostolt, mit tegyünk hát emberek testvérek? És Péter azzal kezdi, tartsatok bűnbánatot. Keresztelkedjetek meg, mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és egy picit most gondoljunk a saját közösségünkre, plébániánkra, amikor ezt halljuk, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de a mi Urunk Istenünk hívja őket. A jó pásztornak a hangja mindenek előtt megtérésre hív.
És amit a Szent Leckében hallunk, a legvégén, olyanok voltatok ugyanis, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához. Számomra Jópásztor vasárnapi a sokszor a hivatásról szóló tanúságtételt jelentette éveken át, és nem figyeltem fel erre a mondatra. Erre a gondolatra, hogy az Isten az keres minket, embert kereső Istenünk van, megtérésre hív a hangja. És gondoljatok csak bele, a teremtés kezdetétől, Ádám és Éva bűnbeesésétől fogva, hallatszik a vége az üdvösség történetében ez a mondat az Isten ajkáról, ember hol vagy? A jó pásztornak a hangja, amelyik hívogatja az eltévedt bárányt. És mai vasárnap egyik kérdése számomra, hogy ember hol vagy? Meghallom-e a jó pásztor hangját, ki hívogat a nevemen szólít bárányként? Bárányom, hol vagy, hol tévelyeksz? És most egy picit térjünk vissza a kapu gondolatához. Hogy látni fogjátok a kivetítőn, vagy a monitoraitokon, végül is csak találtam egy képet, ahol a jó pásztor éppen kitereli az akolból a bárányait. Az az érdekes, hogy abban az időben, amikor Jézus élt és járt Palesztina vidékén, pásztorok kőfalakat építettek, kör vagy négyzet alakú körkarámokat ilyen derékmagasságba, és egyetlen egy kapu volt, de nem volt kapu, nem volt ajtó. Miért? Mert a pásztor, amikor reggel kiterelte, megszámolta a rábízott nyájat, este, amikor visszajött a szűk kapunál, megállt, megint csak megszámolta őket, és éjszaka, csak éjszaka letelepedett, és ott táborozott a pásztor a kapuba. Egy természetes kaput alkotott, ezért mondja Jézus, hogy ki és bejár legelőre talál, aki rajtam keresztül a kapun lép be, az akolba, az Isten országába. Érdekes dolog az egészben, ez a magyar nyelvnek a szépsége. Azt szoktuk mondani, csak a testemen át juthatsz valahova. És amikor készülünk az eukarisztikus kongresszus évére, és látjuk ezt a képet, hogy Jézus azt mondja, én vagyok a kapu, én vagyok az akolnak az egyetlen bejárata, akkor érdemes megnézni azt, hogy Krisztus testén át hogyan vezet az út a mennyországba. Hoztam most egy képet, majd látni fogjátok. Végül is a kapu megjelenik a művészetünkbe. Csak egy rövid utalásképpen, a gótikus művészetben a templomok bejárata, ahogy befelé szűkül, több lépcsőben, és a kapu fölött mindig Krisztusnak a képe van. Krisztusnak a titkán keresztül vezet az út a mennyországba. Jézus ezért mondja az utolsó vacsorán, senki sem juthat az atyához, csak rajtam keresztül. És nézzétek meg, remélem megismeritek ezt a kaput is majd, hogy ez melyik templomnak a bejárata. Gondoljatok erre, amikor majd újra lehet templomba jönni, és álljunk meg egy percre, mielőtt belépünk a templomba, és gondoljunk erre, apró gesztus, hogy az Istenhez vezető út az Krisztuson keresztül vezet. És hova vezet ez a kapu? A magyar fordításban azt halljuk, Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó, és aki rajtam keresztül ki és bejár, az legelőre talál, az élet bőségét akarom nektek adni. Az eredeti szövegben és más fordításban is számomra sokkal kifejezőbb dolog áll, az élet teljességéről beszél. Gondolkodjunk el most ezen a mai vasárnapon egy picit, hogy mindig az ember hiányt tapasztal az életébe. Lehet egy jó munkám, lehet egy szép családom, lehet sikerem, beutazhatom a világot, lehet egy szép kapcsolatom, bármi az életemben meg lehet, de ha az Isten nincs a helyén, ha nem engedem be a szívembe, akkor ott valami hiány marad. Az ősbűn által, Ádám és Éva történetében ezt halljuk, hogy megtört a kapcsolat, és van a lelkünk mélyén egy hely, ami semmi más nem tölthet be, csak az Isten. Amikor arról beszél Krisztus, hogy az élet teljességére vezet, akkor valójában arról van szó, hogy csak ő képes helyreállítani Isten maga, az embert kereső Isten maga, ezt a lelkünkön ejtett sebet. Egyetlen dologra kell figyelnünk, hogy a kapun keresztül menjünk.
Jézus Krisztus személyéhez ragaszkodjunk. Három kérdést szeretnék most itt hagyni előttetek, hogy egy kis csendben ezt megfontoljuk. Meghallom-e a jó pásztor hívó hangját? A második kérdés, hogy engedem-e, hogy ő vezessen, vagy birkamód megyek a saját fejem után? Engedem-e, hogy ő vezessen? És a harmadik dolog, amit a 22. vagy más bibliakiadásban 23. Zsoltár mai napon is szépen énekeltük, idéz föl, ez az Istennel való kapcsolatomban, van-e bennem öröm, van-e bennem béke, van-e biztonság érzetem, érzem-e, hogy a jó pásztor gondviselő szeretete vesz körül. Még ha most a járvány idején a halál sötét völgyében is kell járnom, érzem-e az Istennek a szerető, gondviselő jelenlétét, mert akkor nincs mitől félnem. Akkor valóban öröm, béke és egy biztonság lesz bennem. De kis csendben, mielőtt megvalljuk hitünket, ezen a néhány kérdésen gondolkodjunk el. Arra hívlak benneteket, valljuk meg együtt Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a tennap föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvérek, imádkozzunk Krisztushoz, az örök főpaphoz, aki jó pásztorként jött el közénk, hogy országába hívjon minket. Áld meg, Urunk, Ferenc pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó pásztor áldozatosságával vezessék a rájuk bízottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Légy, Urunk, jó pásztora az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek. Kérünk téged, hallgass meg minket.
vezesd egységre nyájadat, hogy egy akol legyen és egy pásztor. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, a keresztény családokat, és támasz belőlük szent papi és szerzetesi hivatásokat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj erőt a fiataloknak, akiket szolgálatodra kiválasztottál, hogy felelősség teljesen elfogadják és őrizzék a hivatás kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, te a jó pásztor, életedet adtad értünk. Add, hogy sokan kövessék hívó szavadat, és a te áldozatos szereteteddel gondozzanak a lelkekért, dolgozzanak a lelkekért. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, s megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged. De különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszán zengik, és vég nélkül éneklik. Dicsőséged e tölti a mennyet és a föld.
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és így adok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, amíg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a békéjeivel. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
ahogy mondtam a szentmise elején, én ezt a szentmisét papi hivatásokért ajánlom fel. Szeretném felajánlani most következő imát, püspök atyánk által megfogalmazott, jó pásztor imaközösség által rendszeresen imádkozott imát, egyrészt új hivatások születéséért, hogy merjenek a fiatalok igent mondani az Úr hívására. Szeretnék imádkozni egyházmegyénk papnövendékeiért és azokért, akik szentelés előtt állnak, különösen Jánosért és Ákosért, Zsoltiért, Zozóért, Péterért, Leventéért, Mátyásért és Dávidért. Imádkozni szeretnék a hivatásokat gyakorló papokért, lelkipásztorokért, az idős, nyugdíjas, beteg atyáinkért is, és azokért az atyákért is, akik betegszabadságon vagy hivatásokat elhagyva élnek. Papjainknak, nekünk nagy szükségünk van a ti imádságotokra. Arra kérlek benneteket, hogy csatlakozzatok a mi imádságunkhoz. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked minden fizikai és lelki szenvedésemet új papi hivatásokért, olyanokért, akik készek a tanítványságra és a misszionáriusi szolgálatra is. Szent Pállal együtt vallom, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének, az egyháznak javára. Köszönöm, hogy szenvedtél értem, és szenvedéseimben én is alárendelhetem magam a mennyei Atya akaratának, rábízva mindent arra, aki igazságosan ítél. Hiszem, hogy a te sebeid által gyógyultunk meg, és ebben a hitben fogadom el tőled a gyógyulásomat. Amen. És köszönöm minden hívőnek, aki ezt az imát naponta, hetente imádkozza értünk, hogy imádságban hordoztok bennünket. Könyörögjünk. Jó pásztorunk, tekints kegyesen nyájadra, és juhaidat, akiket fiad drága vérén megváltottál, vezesd az örök élet országába, Krisztus ami Urunk által. Amen. Engedjetek meg három rövid hirdetést a plébániánk részéről. Az első, hogy bár hétfőtől, május 4-től lesznek enyhítések itt a járványban kialakult helyzetben, a mi egyház megyénkben eddig az a hivatalos, hogy ugyanúgy marad minden, ahogy eddig volt, és nem tudunk nyilvános Isten tiszteleten, csak így online, illetve lélekben kapcsolódni veletek. Ha bármi változás lesz, arról fogunk benneteket tájékoztatni. A második, hogy május hónapban imádkozzuk a Lorettói litániát, Hozsannában és más imakönyvekben megtaláljátok. És az utolsó dolog, elindult a plébániánk Facebook oldalán egy rajzverseny gyerekeknek. Minden héten fölteszünk egy színezőt az adott vasárnaphoz kapcsolódóan. Ha nem is tudunk most gyerekmisét tartani, de legalább ezen keresztül tudtok bekapcsolódni, örülnék, ha minél többekhez eljutna ez a hír, és így is megjelennétek a plébániánk online felületein. Kívánok nektek áldott vasárnapot, és azt, hogy a jó pásztorral való közösség adjon igazi maradandó örömet szíveitekbe. Fogadjuk a szentmise záró áldását. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, a mi jó pásztorunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, járjunk békével, küldetésünk van. Istennek legyen hála.